Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét ennyien eljöttek. A mai téma Magyarország és a keleti rokonság az emlékezett politikában, mint ahogy az összes többi előadás is, a máról fog szólni valójában, nem a múltról, de hogy szórakoztató is legyen, arra gondoltam, hogy mutatok előtte Önöknek valamit, úgymond érzékenyítésképpen. Kérdés, hogy el tudom indítani, mindjárt kiderül. たただいいままから予算委員会会を開会いたします参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、 治療中の皆様方の一日も早い回復を心からお祈りを申し上げます我が国では欧米のような強制的な外出規制などはできませんそうした中においてです、ね、国民の皆様には強い意志を持って可能な限りの努力を重ねていただきましたこうした国民の皆様のご協力により欧米のような事態には至らず収束に向けた道を着実に現在 進んで前進をしているわけでございまして改めて国民の皆様に感謝申し上げたいと思います緊急事態宣言が延長されてますます国民事業主の生活は厳しく追い込まれています今東京を含めて院内感染が広がっているのはみんな無症状軽症者の方から広がっています無症状軽症者の方を補足しないでどうやって次の対策が見えるんですか そのことについて、いくら言っても納得する答えは返ってこない、今もどのぐらい日本には感染者いらっしゃるんですかと聞いたら、答え、ちゃんとした答えられると、僕も思ってないだろうと総理言われた、それじゃ困るじゃないですか、尾身先生だって、西浦先生だって10倍はいるかもしれないさあいるかもしれないですよ、だっておっしゃる通りです、会見でおっしゃってるんです。何が悪かかったのかそのそこととをちゃんと 国民の皆さんにご説明申し上げてそれをこれから5月31日までに収束させるために明確にしてそして解除の要件を国民の皆様にも共有して目標達成に向けて一緒にやっていくお答えいたしますあの工賃の支払いについてでございますけれどもこれはあの事業所が特例的にえ積み立てることが認められております 今の事業所の中で,です、ね、多分入所系はです、ね、一定、そういう中であの感染者が出るとかいう場合でなければ、まあ、一定の状態になっているんだろうと思いますが通所系とか特に訪問系においてはより一層影響が大きいんだろうという,ふうに我々も認識をしております、まあ、あのそういった意味でその介護報酬の請求等もありますからそうした実態をしっかり踏まえながらですね いいやいやなんかそ,うそういった例えば3月分をついてみるとかですね、そういったことを今分析もさせていただいております。それからそういったところからもお話を聞きながらですね、まあ、どういった支援が必要なのか、あるいはまあその前にどういう実態になっているのか、こしっかり把握しておきたいと思います。<laughs> kis közjátékot más előadása között is lejátszhattam volna, hiszen több témához kapcsolódik, de sajnos a közönség úgy látszik túlságosan cinikus ahhoz, hogy megértse ennek az üzenetnek mély valóságtartalmát. tartalmát. Nyilván ugye ez egy hoax, amit mutattam önöknek. A dolog azért érdekes, egyrészt mert mutatja, hogy van rá igény, illetve hogy mire van igény, mert hogy ezt elég sok honpolgárunk, honfitársunk komolyan is vette. Uh, és hogy ez mennyire, hogy is mondjam, nem egy kiragadó, tönkényes példa, amit, uh, amit én önök elé tártam, azt azzal is tudnám igazolni, hogy uh, Navracsics Tibortól Matolcsi Jodjon át Orbán Viktorig, uh, vannak olyan mondatok, nem is kevés, amelyik a magyar-japán kapcsolatok uh, témájában uh, Hát vagy explicite kimondja azt, hogy itt egy szoros kulturális és genetikai kapcsolat is van, vagy hogy legalábbis valamilyen olyan összhangzat, ami egyébként az átlagosnál sokkal szorosabb kapcsolatot feltételez. Nagyon érdekes, hogy miért tartunk itt 2023-ban, és ez az előadás ehhez kíván egy kis kulcsot nyújtani önöknek. Az elején két festménnyel kezdeném ezt az egész dolgot, mert talán ez a két festmény sok mindent elmond. Ez az első, ugye különösen sajátos aktualitással bír Magyarok Kijev előtt. 1885-ben festette ezt Vágó Pál. Ugye a festményt, ha megnézik, itt jobb oldalt, vagy attól függ, honnan nézzük, igen, jobb oldalt állnak a magyar turáni hősök, mint hogyha egy ilyen Wagner operából jött kosztümös jeleneteket látnánk, és a másik oldalt pedig a asszonyaikat és aranyaikat felkínáló szolgai szlávok. Akik ebben az esetben egyébként vágópál szerint valószínűleg igazából oroszok, mert hogy a korabeli politikai kontextusa képnek természetesen nem a mostani magyar-ukrán helyzet, hanem az akkori a monarchia, illetve Magyarország és Oroszország közötti már egyáltalán nem jó viszony, hiszen Oroszország Szerbiával szoros szövetségben volt már ekkor is, ezzel szemben, hát hogy is mondjam, az ország magyar monariának, illetve a magyar elitnek is a Szerbiához való viszonya az nem volt problémamentes. Tehát ez a kép, ez a festmény a dualizmus aranykorában a magyar nemzetnek a legerősebb életteli pillanataiba született, és mutatja azt, a, azt az ön elképzelést, ahogy a magyarok magukat érezték, egy hatalmas, nagy, erős katona nemzet, akik hódoltatják, úgymond, szomszédaikat, és ilyen szempontból egyértelműen ennek a festménynek van egy erős imperialista üzenete. Van azonban, hogy kicsit visszamegyünk az időbe, nem kell sokat, 1855-ben Madarász Viktor egy teljesen más típusú festmény festett. Mind a kettő festménye allegória akar lenni a korabeli politikára. Ez a Kuruc és Labanc az az életrajz erdény múltjában nyilván alapvetően 1848-49-ről szól. De ami miatt érdekes ez az egész, hogy Madarász Viktor nem a, a jó és a rossz harcát festette meg, eleve a Kurucnak és a Labancnak az arca mind a kettő az a festőről van mintázva és a kép célzottan egy testvérpárt mutat, amelynek két tagja a politikai frontok két oldalán áll. Az egyik itt már éppen halott, a másik pedig a labancip, az elfogadó parancsa törbe a templomba, és próbálja itt elragadni az özvegytől a gyermeket. Ez azért érdekes, mert hogy arra a kérdésre, hogy mennyire megosztott kelet és nyugat között a magyar nemzet, ez a festmény azért nem kínál egy teljesen egyértelmű magyarázatot, hiszen a nyugat is, a Lász Labanc, meg a Kuruc, a kelet is egy azon családnak része. Vágópál esetében teljesen más a kontextus természetesen, de ott fel sem merül a nyugat, mint szimbólum, a keleti büszke magyarok jelennek meg. Ennek az egész tematikának természetesen mélyen, mélyre nyúló történelmi előzményei vannak. Itt én négy dolgot soroltam fel. Az első az kita származás kérdése. Ez azzal függ össze, hogy alapvetően a nemzetté válás előtt, ugye a nemzet pontosabban eredetileg a nemesség volt, úgymond a nemzet, a jobbágyok nem tartoztak ebbe bele, és volt egy nemesi eredet mítosz, amely szerint a magyar nemesség az az kiták utóda, és az, hogy a magyarság egy keleti nép, ez egy köztudomású dolog, bár nagyon érdekes, hogy a népvándorlás, meg egyáltalán a történelem különböző kronológiákba mutatható be. Erről a történelmi tényről szóló előadásban beszéltem eleve egy pár gondolatot, és nagyon sajátosnak tartom, hogy bár egyébként mindenki például Afrikából származik, eredetileg a homo sapiens, magyar szempontból van ez az egészen különleges fókuszálás arra, hogy az utóbbi 3000 év az hol telt el. Ez sokkal fontosabb, mint mondjuk a francia, a svéd, a svájci, vagy bármely más népek, a bolgároknak is van ugyan egy hasonló eredet mítoszuk, de a magyarság esetében az a bizonyos időkronológia, amely egy kiemelt fontosságot élvez, az egy meglehetősen jól körülírható, igazából az időszámításunk előtti ezer évtől, vagy pontosabban az eleje nem igazán mondható meg, a feltételezett ősközösségtől, honfoglalásig, ma is ugyanakkor a indulatokat tud kiváltani, mint hogyha a 2006-os eseményekről beszélnénk, pedig hát egy történelmi dologról van szó. Az, hogy létezik hun magyar rokonság, mint feltételezés, ez már Kézai Simon krónikájában is megjelenik, illetve van még ez a bizonyos herderi jóslat, ami arról szól, hogy mivel a magyar nép senkivel sem rokon Európában, ezért előbb-utóbb, hogy is mondjam, el fog süllyedni meg fog szűnni, és nyilván, mint egy kis népnek, sőt, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy nép, minden népnek vannak neurózisai, félelmei és frusztrációi, és ez a Herderi jóslat a magyar öntudatban azt gondolom, hogy egy viszonylag komoly saját életre tudott kapni, és ez mind összefügg azzal, amiről most beszélni fogok. Azt, hogy létezik egy turáni nyelvcsalád, ezt Max Müller nyelvész találta először ki, a nem indoeurópai nyelveket próbálta ebbe az egy kalapba beszuszakolni, ami egy teljes tévedésnek bizonyult ugyan utólag, de hát a nyelvészet is egy folyamatosan fejlődő tudomány. És igazából Max Müllerhez köthető az, hogy a turán, turanizmus, mint fogalom viszonylag széles körben elkezdett elterjedni. Az, hogy a magyarok kinek a leszármazottai, ez először a 19. század második felébe indukált egy nagyon komoly, hát tudományos és közpolitikai vitát, és ez egy nagyon humoros vita volt, legalábbis utólag visszanézve, mert ugye a képviselői azok mind asszimilánsok. Az egyik oldalon Budáz József Hessenben született, Hunfalvi Pál egy felvidéki szípszer család sarja, akik mind önállóan saját elhatározásból tanultak meg magyarul. Vámbéri Ármint meg Vanbergernek hívták korábban, és egy magyar zsidó családnak a tagja volt. Tehát, hogy, és ez a két frontvonalból az első kettő, úgymond a német származásúak, ők képviselték a finnugor eredet leszármazás kérdését, míg Vámbéri Ármin alapvetően amellett kardoskorosz, hogy a magyarok nem a finnugoroknak a rokonai, hanem a törököké. A, ez a Finugor háború 1869 és 1883 között zajlott a magyar tudományos sajtóban mindenféle indulatos mellék kísérve, de egyrészt volt egy eredménye, ami már egy tudományos vitánál komoly szó, nevezetesen, hogy abba a felek valamennyire meg tudtak állapodni a legvégén, hogy a nyelvrokonság és a, a biológiai-fizikai eredet, ez két külön dolog, és nem kell föltétlenül egybeesnie. A másik, ami pedig érdekes, hogy utólag ebből a Finugor háborúról, és erről fogok beszélni az előadás során később is, természetesen egy Habsburg változott, mely szerint igazából itt el akarták venni az igaz múltunkat, de ha egyébként bárki megnézi Hunfalvi Pál vagy Budenz József munkásságát, akkor azt találja, hogy Hunfalvi Pál maga is a hunmagyar magyar rokonság híve volt eredetileg, sőt a hunnokat is finugornak tartott. Magyarán szó sem lehet arról, hogy ez az egész arra ment volna ki, hogy megfossza a magyarokat azoktól a gyönyörű daliás lovágréni figuráktól, akiket itt Kiev előtt Vágópál megfestett. És végül meg kell említenünk a Teleki Pált, aki egy, ebben a történetben sok szálon kapcsolódik be, mint tudós is, és mint politikus is, mint tudós, egy nagyon érdekes földrajzi érvel gazdagította a népek keletkezésével kapcsolatos ismereteinket. Nevezetesen ő azt a tézist állította fel, hogy az ázsiai sztyeppe az egyfajta művelődési kohó, amely formája az ott élő lelkét, magyarán a táj, a földrajz alakítja ki igazából a népeket. Természetesen vannak kivételek, mert van egy olyan nép, aki nem honképes, és nem talajgyökeres. Ezt Önökre bízom. Teleki Pál egyébként ezzel az aspektussával 1910-ben tulajdonképpen még nem foglalkozott. Ez később gazdagította az ő politikai krédóját. Teleki Pál maga is az 1910-ben alakult turáni társaság egyik vezetője, de nagyon fontos, hogy a turáni társaság, amelyik ennek a történetnek igazából a legfontosabb oszlopa, ez egy széles körű nemzeti közmegegyezésen alapult. Tagjai voltak Károlyi Mihálytól kezdve a korabeli politikai megmondó emberek, a korabeli gazdasági elit, tehát Korin Ferenctől, Kóner Adolfon és Weiss Fülöpön át, a magyar zsidó a nagy tőke is részt vett benne, ugyanis 1910-ben, vagy még egy pár évvel később is, ennek az egész történetnek egy bukolikus, gyönyörű atmoszférája volt, nem úgy, mint később. És ezt ez a teleki idézet, amit én kiválasztottam, mutatja a legjobban, hogy mit gondoltak a résztvevők, hát azt, hogy a magyar nemzet egy nagy és fényes jövő előtt áll, és bizonyos, hogy a germánság és szlávság fénykora után a turánság virágzása következik. Ránk magyarokra ez óriási ébredező hatalomnak turánságnak nyugati képviselőire vár ez a nagy és nehéz, de dicső feladat, hogy a 600 milliós turánságnak szellem és gazdasági vezérei legyünk. Nyilván Korint Ferenc számára ez egy picit mást jelentett, de nem csak neki, az, hogy igazából ez a turanizmus arról szól, hogy egy pán ideológia annak alátámasztására, hogy a magyar nemzet, illetve a politikai magyar nemzet miért tud saját érdekszférát és közel külföldet létesíteni másút, meg a saját határaink természetesen belül. Ez, ez, rögtön nyilvánvaló volt, így Pajkert Talajosnak a Turányi másik nagyon fontos szereplőinek is, aki ezt úgy fejezte ki, hogy hát mi nem úgy fogunk majd gyarmatosítani, mint a franciák, meg az angolok, akik ezt katonai erővel mi szeretettel. Korint Ferenc ezt úgy fejezte ki egy emlékirat, egy akkori memorandumában, hogy a magyarság természetes piacai egyértelműen a Balkánon vannak, és hogy nekünk ezekre a piacokra nagyon komoly kulturális és gazdasági kisugárzást kell gyakorolnunk. Ez a gyakorlatban Bosnia közigazgatása kapcsán is felmerült, hogy ez egy óriási lehetőség Magyarországnak. Ugye az előző előadásban is volt szó, kiegyezésről, és a kiegyezés kapcsán Bosznia még nem szerepelt az étlapon, hiszen az okupációja 1878-ban történt, és 1878 után pedig 1908-ban lett aztán végleg, hogy is mondjam, de júre is felvéve az osztrák-magyar monarchia testébe, mert addig hivatalosan ez egy török közigazgatás alatt volt, csak gyakorlatban nem. És akkor rögtön felmerült, hogy jó, hát hogyha a monarchiához csatolják, akkor kihez? Magyarországhoz, vagy pedig a többi részhez, tehát Translajtániához, vagy Cislajtániához, és komoly érvek szóltak Magyarországon természetesen a politikába, amellett, hogy hát ezt valójában Magyarországhoz kellene csatolni, hiszen történelmileg ez a, hogy most egy új kifejezéssel éljek, ez egy nekünk közel külföld, még egy stájárországi perspektívából hát kevéssé az. És ezzel függ össze Rákosi Jenőnek is a az az elképzelése, amit 1902-ben már leírt, hogy hát a ö, magyar nemzet fejlődése annyira dinamikus és ütemes, hogy itt el fogjuk érni a 30 millió magyart a kárpát medencén belül. Ezek tehát azok a szellemi gondolatok, amelyek itt a Turáni Társaság mögött állnak, és 1914-ig, sőt, még tovább is úgy tűnt, hogy ez így működtethetőbb is. Azonban ö, már viszonylag hamar kiderült, hogy ez mégsem fog működni ennyire jól. Először érdekes azt megnézni, amit Ablonci Balázs, aki egy egészen kiváló könyvet írt, Keletre Magyar címmel mindegyiküknek javaslom, illetve egy rövidebb tanulmányt ugye fel is adtam olvasmánynak ez előadás előtt. Kik azok, akik nem léptek be a Turáni társaságba? Ez azért nagyon érdekes, mert pont azok nem voltak tagjai, akiknek a leginkább maradandó a mi szempontunkból a tevékenysége, nevezetesen a művészvilágé, alapvetően a Gödöllő iskola, vagy építészek közül Lechner -ödön, akik szintén a magyarság keleti kapcsolatait nagyon fontosnak tartották, ezt maguk is átvették munkáikba, és mérhetetlen kincsekkel gazdagították igazából mind a festészetet, mind az építészetet és ennek rengeteg nyoma lelhető fel ma is Budapesten például, de hát másút is. Illetve érdekes módon hát a tudáni társaságban a nyelvészek is viszonylag vékonyan képviseltették magunkat, és nagyon hamar kikoptak. És akkor itt idéznék egy Gold idézetet. Gróf Teleki rábeszélésére, aki lakásomon meglátogatott, részt vállaltam a kulturális centrumban. Zárójel, így hívták ugyanis a Turányi Társaságot az elején. Egyik szekciója a nyelvtudományi elnökéül választott. Ezt a méltóságot azonban csak rövid ideig bírtam ki. A tagok szakadatlan dilettáns és hegyke fecsegését két ülés után elviseltetlennek éreztem, és nem tehettem mást, mint bejelentettem a lemondásomat. Hasonlóan megsemmisítő véleménye volt erről az egész Szolgálmánusz Dulának is, aki a következőt írta. Magyarországon a turáni jelző alatt teljesen más Ázsia univerzalitását értik, amely a turanisták jeligében a dévénytől Tokióig, ez tényleg elhangzott így, Jót kifejezésre. Ázsiát idealizálják, és beteges rajongással vágyódnak Ázsiába vissza, miközben elfelejtik, hogy a magyar nemzet ezer esztendő óta Európában él, számtalan gyökérben az európai talajban fogódzik, és felmaradását csak is annak köszönheti, hogy Ázsiából jövet, európaivá tudott válni kérdés, hogy ez tényleg így van-e? Reméljük, hogy igen. Minden esetre a nyelvészek védelmében, illetve az egész dolog jobb kontextualizálása érdemében, érdekében azt el kell mondanom, hogy a turanizmusnak nem csak azok az őrültségek, a produktumai, amelyeket ez a legelső kisfilm mutat meg, amiről még lesz szó, hanem érdemes arra is gondolni, hogy Magyarország bizonyos szakmákban világhatalom volt, vagy adott esetben ma is nagyon, nagyon erősen van jelen. Így a Tibet kutatás megalapítója is, Körösi Csoma Sándor, a Nemzetközi Tibet Kutatás és a magyar, magyar Ázsia kutatás az Európában abszolút vezető pozícióban volt. Ha összehasonlítjuk mondjuk azt, hogy hány lengyel vagy cseh tudós érdeklődött India vagy Tibet kultúrája iránt, és milyen mértékben tudott jelen lenni a nemzetközi tudományos életbe, akkor azt látjuk, hogy a magyar részvétel az messze, hogy is mondjam, a arányszámunkon felül, és ez nyilván azzal függött össze, hogy minden, vagy nem minden, de nagyon sok embert érdekelt a származás, a keleti rokonság, ennek tudományosan utána ment, és adott esetben ebből nagyon gazdag és érdekes és értékes eredményeket is tudott kihozni. Tehát nem szabad az egész, úgymond, vizet kiönteni a gyerekkel együtt. Azonban a tény és való, hogy a nyelvészek és a turanizmus útja viszonylag hamar, már az első világháború alatt elvált. De nem teljesen. Az antropológiai kutatása adi foglyok között ugyanis egy óriási lehetőség volt, képzeljék csak el, egyik napról a másikra több ezer tatár, cseremész, kirgiz és más egyént lehet antropológiailag kutatni a hadifogói táborokban, népszokásaikat, meg mindent, annélkül, hogy egy drága és kockázatos turista utat kellene távol keletre vezetni, és ezt egyébként a magyar folklór, folklorisztika ki is használta ezt az első világháborús helyzetet. Azonban ennek a turanizmusnak volt nyilván egy nagyon erős aktuál politikai tartalma, ami alapvetően egyrészt a magyar és a török szövetséget jelentette. Eleve a magyar-török baráti kapcsolatok a Habsburg uralommal szemben is 1850 után egy ilyen látványos alternatívává váltak, hiszen több 48 szabadságharcos menekült Törökországba. Pajkárt Alajos pedig 1915-ben egy terjedelmes memorandumot terjesztett a Magyar Külügyminisztérium elé, amiben azt javasolta, hogy hozzák létre a Germán-Turán államszövetséget, ami az új békekötés utó, után a világ rendező hatalma lesz, és be meg is szabta azt, hogy hol lehetnének például az új határok, és adott esetben természetesen Magyarországnak is afrikai gyarmatok járnának ebben a konstrukcióban. Nyilván 1918-20 után az ember azt gondolna, hogy ezek az álmok, elsüllyedtek és visszatértek a politika szereplői a realitások talajára. Mint közismert, nem teljesen így történt. És hogy mennyire nem, azt ismét egy képzőművészeti alkotással szeretném megmutatni, az önök által bizonyára jól ismert Várbeli Kapisztrán szoborral, amelynek a talpazatán az a szöveg áll, hogy nádor külfalain megtörted a végveszedemet, szentvezetünk győz meg mostani ellenfeleink. Vagy a szobrot 1922-ben állítják fel, és nagy kérdés, hogy a mostani elleneink, azok valójában kicsodák. Hogy kicsodák, ezt megtudjuk Dezső István leveléből, amit Csolnok Jenőnek ír. Csolnok Jenő a Turáni Társaság egyik vezetője, később a Turáni Szövetség nagyvezére. A levél így hangzik. Nemrégiben láttam Damko Szobrász, művész, képzőművészeti vezértanács tagunk, zárója, mert az is volt nekik, műtermében a készülő félben lévő kapisztrán János szobrot. A szobor igen szép, de meglehetősen brutálisan van felfogva. Az ősz szerzetes keresztel kezében egy mezítelen töröknek testére lép ki, a török lófarkas félholdas szent lobogót tartja kezében, a lobogó is a földre van tiporva. Ismerve a törökök óriás érzékenységét, teljesen kizártnak tartom, hogy a szobor ne a legnagyobb elkeseredést okozza náluk, pláne mostan, amikor élet-halál harcot vívnak. Zárójel, ugye Törökország az egyetlen olyan ország, amelyik a nyugati szövetségesek által rájuk erőltetett szélfi békét nem fogadta el, hanem egy görög-török magánháborúba kölcsönös népírtással és tömeges elűzéssel fűszerezve végül is megvalósította úgymond nemzeti céljait, zárója bezárva. Szerencsére azonban a dolgom még lehetne úgy, ahogy segíteni, ha a fekvő török kezébe, a török szentjárvény helyébe valami mást adnak, esetleg az arcát is zsidó jellegűvé lehetne tenni, és akkor azt mondhatnók a törököknek, és így kommentálhatnók a dolgot a leleplezés alkalmával újságjainkban is, hogy a szobor tulajdonképpen a hit győzelmét jelenti a destrukció fölött. Egy szóval a kéz Ézsau keze, de a hang az Jákob hangja. Ez a gyönyörű idézet mutatja azt, hogy igazából miért állítanak köztéri szobrokat, de azt is mutatja, hogy az a szobor nem teljesen ennek megfelelően lett azért felállítva, mert nem változtatták zsidó jellegűvé a török arcát, mégis minden maradt a régiben, de volt rá igény. És ami miatt ez az egész történet érdekes, mert mutatja azt, hogy mennyire a politika fogja lesz az emlékezett politika, nem véletlen, hiszen annak a terméke, de hogy a történelem is mennyire szolgáló lánya tud ennek lenni. És az abban is látszik, hogy Törökország Magyarországon egy folyamatos felértékelődésen ment át, például azzal is, hogy a legkülönbözőbb helyeken emeltek török emlékműveket, vagy például amikor a ő, állatkertben a az ott készülő ilyen hegyalakú képződménynek egy kicsit olyan jellege volt, mint hogyha az egy minaret lenne, akkor pont a törökök érzékenységére tekintettel ezt megváltoztatták. És ami kevéssé ismert, hogy a magyar államnak a viszonya az örmény népírtáshoz teljesen más volt, mint a környező országok bármelyikében. És az azért is érdekes és bizonyos szempontból fájdalmas, mert hogyha Belegondolunk, a magyarországi örmény népcsoportnak a jelentősége a polgárosodásban, a szabadságharcunkban, Lászlaladi 13-ban is ugye részt vesznek, az nem becsülhető le. Nagyon is fontos, ráadásul egy keresztény népcsoportról van szó, és ehhez képest az örmény népírtásnak Magyarországon hivatalos állami emlékezete nem alakult, nem alakulhatott ki, és pedig azért, mert nem akarta senki se politikai oldalról a török felett provokálni. Ez Németországban nem egészen így volt, olyannyira nem, hogy amikor Enver Pasát, ha jól emlékszem, korabeli török belügyminiszter Berlinben egy örmény diák a nyílt utcán lelőtte, és egy bírósági eljárás indult a tettes ellen, az illetőt aztán felmentették konkrétan ezért a tettért. És eleve az örmény népírtásról az első tudósításokat, azokat különböző német hát katonatisztek, illetve a törökországi megfigyelők hozták. Részben egyébként Adolf Hitler is innen szerezte az ezzel kapcsolatos ismereteit, mert hogy tudott róla sőt célzott is aztán későbbiek során arra, hogy az örmény népírtást ismeri, mert azt mondta, hogy ki beszél most már az örményekről, és ezt mindezt aztán később a zsidók kontextusában. Korábbi előadásban is említettem azt, hogy a liberalizmus, mint uralkodó eszme, az, az első világháború után Magyarországon egy rettentes léket kapott. És ez abban is tetten érhető, hogy az értelmiségi közbeszédben, úgymond jobb körökben is, a, a, nyugat helyett felmerült az, hogy az ideális politikai berendezkedés az valójában egy ilyen szláv-turáni parasztállam volna. Ezt érdemes, hogy végig gondolni, hogy mit jelent, de előtte meg kell említenem, hogy a Barta Miklós Társaság, ez egy Kifejezetten progresszív értelmiségi társaság volt a 20-as években, szabad vegyértékekkel egyébként bal és jobb oldal irányába, tehát megfordultak későbbi kommunisták, későbbi nyilasok, mindenféle ember. József Attila is érintkezésben volt velük. Fábián Dániel a szláv-tudáni parasztállamról írt a Magyar szemlé, pontosabban volt egy, ennek a Barta Miklós társaságnak egy ankétja, és ott beszélt, és ezt a magyar szemle 1928 évi utolsó száma közölte, és a következő írja, Ázsia határa nem az Urál, hanem a Duna. Ez egyébként úgy gondolják végig. Lehet, hogy igaz. A magyar paraszt. Létre kell hozni a kelet-európai parasztállamok szövetségét. A magyar paraszt így egyaránt távol a polgári törekvéstől és bolsevizmustól, a demokrácia alapján állva a jövendő egyetlen és kizárólagos nagy történelmi evolúciót jelentő, sőt egy hatalmas új kultúrát kiformáló társadalmi tényezőnk. Ennek az evolúciónak a kirobbantása azonban csak egy politikai zsenitől várható, akinek megszületését várják a fejlődés adta kelet-európai viszonyok Amint említettem, a Barta Miklós társaságnak szabad vegyértékei voltak jobbra és balra is, és mindkét irányba foglalkoztak azzal, hogy ki legyen ez a politikai zseni, de azt meg kell említenem, hogy ez a szláv-turáni parasztállam, mint idea, egyrészt népszerű volt, Szabó Dezső is propagálta, másrészt arról tanúskodik, hogy az érintettek feltehetően nem egészen ismerték azt, hogy az orosz parasztság az milyen életmódot folytat, illetve hogy hogy néz ki Oroszországban a föltulajdon, pedig hasznos lett volna, hogyha egy kicsit jobban megvizsgálják. Ugyanis a Barta Miklós társaság azért alapvetően a, nem állt a teljes állami tulajdon pártján, legalábbis ekkor még. Az később a nyilasok meg a kommunisták lesznek, tehát itt még azért a magántulajdon felmerül, mint egy létező opció, ezzel szemben viszont pont a, a, az orosz paraszti tulajdonlásnak az egyik legfontosabb formája a közösségi tulajdon volt, és erre majd vissza is fogok térni ennek az előadásnak későbbi részében. Turmezé László ismét egy aktivista, aki egyébként szláv névről magyarosított. 1936-ban jövendőt valamit, amit azóta is sokan mondtak, nevezetesen, hogy a most összeomló Nyugat-Európából a magyarság vagy még ideje korán kikapcsolódik, vagy Nyugat-Európával együtt szintén letörik és összeomlik. Össze úgy, hogy a mi összeomlásunk is ki nem kerülhető, meg nem állítható, egyetemes és teljes lesz. A nyugatból történő mai kikapcsolódásunk semmi esetre sem lesz, és nem is lehet más, mint ami nő volt. Szent István által véghez vitt, oda történt bekapcsoltatásunk. Ez a történet azért érdekes, mert Turmezei László és ennek a Turáni Társaságnak egy oszlopos tagja. Tudni kell, hogy a Turáni Társaság 1910-től 1947-ig egyébként a Magyar Országgyűlés épületében rendelkezett irodával, és érdekes módon innen még a Károlyi kormány se lakoltatta ezen irodákból ki őket, sőt, egy nagyon fontos és aktív kultúrmissziót is végeztek 1914 és 18 között, rengeteg bosnyák, albán és egyéb ösztöndiast fogadtak, irányítottak különböző helyekre, és az, hogy egyébként egy társadalmi szervezet majdnem 50 éven keresztül az országgyűlésben tud, hogy is mondjam, helyet foglalni, azért az sok, sokat elmond ennek a viszonylag fontos presztízséről. Folytatván ezt az idézetet, elkerülhetetlen, természetes, de nem idilli már, mint a Szent Istváni bekapcsoltatásunk. A létfenntartási harc, harca javából, a keletbe való mai visszakapcsolódásunk is faj átmentés. És éppen ezért, mert éppen mert lényeges szerint nem más, ugyanezért nem is könnyebb ez a feladatunk, mint amilyen volt annak idején a Szent Istváni Magyarsági védes és vészes, igen-igen nagy áldozatokkal terhes feladat, ez szögezte ezt le. Lehet ezt az egész dolgot máshonnan is nézni, így a Magyarországos Véderő Egylet 1938-as ópusztaszeri ö, megemlékezésének egy szövegét is fel kell, hogy itt olvassam önöknek, ami így hangzik. Mérhetetlen idők mélyéből, irdatlan messzességből száguldó paripákon jött, és az árja népek kocsonyás tömegében szétütött itt és tanyát vert a magyar. Nem lapult a támaszt és menekülés nyújtó tengerek partjához, nem mászott fel tetejére, nem bújt el erdő rengetegek sötét sűrűjébe, megállt itt a Kárpátok merencében, a Dunatisza völgyében, és azóta itt áll kimozdíthatatlanul és félretolhatatlanul. Itt áll Európa vihar egy ezred éve már, hogy őrlő gát legyen hogy más népeket megsemmisíteni, szolgasorba dönteni akaró ördögi tervezgetések, mint pántatárizmus, pánszlávizmus, pániszlámizmus, pángermanizmus, mind valamennyi rajta törjék össze. A rajta világ legnemesebb, de legmagányosabb nemzetén. Ez egy nagyon szép idézet, mert mutatja azt, hogy ezek a pánideológiák, vagy a turanizmus is pontosan az, egy hiszterizált helyzetben lévő társadalomra hogyan hatnak, és mit, mit hoznak ki belőle, és itt már itt emlékeztetnem kell Bibó Istvánra, aki a magyar politikai hisztéria okairól írt, illetve eltorzult, lelkialkadt, zsákutcás magyar történelem címmel írt egy eszét, amit korábban említettem. Az ilyen típusú szövegeknek óhatatlanul, hát vannak tovább gondolt politikai következményei is. És ide tartozik ez a kis napi lap, aki nem tud rovásírással, az is el tudja olvasni a Turáni Roham című rendkívül érdekes periódikáról van szó, és érdemes megnézni, hogy a fejlétszen azért ott mik vannak még. Tehát azt tudjuk, hogy él a magyarok istene, de hogy rajta kívül idegen isteneid ne legyenek. Ez a félértések véget azt jelenti, hogy természetesen a katolicizmus is egy alapvetően nyugati, és éppen ezért romlott dolog, ezért egy saját magyar ősvallásra van szükségünk, amit alapvetően ennek a turáni romnak a szerkesztőssége biztosít a magyar lakosság számára. Most ez ugyan abban a korban egy a rendőrség által is bizonyos mértékig figyelemmel tartott társaság volt, pontosan a vallás ellenessége miatt egyrészt, másrészt meg csak meg kell említenem, hogy Máté Törék Gyura, a gyalogos testőrség parancsnoka, az konkrétan ennek a Turáni Roham című lapnak egyik szerzője is volt, és a szolgálati helyéről rendszeresen eltávozott délben, és amikor megkérdezték egyszer tőle, hogy mégis hova megy, akkor közölte, hogy ő a naphegyre megy, mert hogy ő ott áldozatot mutat be. Rendszeresen ott áldozott. És, és az, az ember a gyalogos testőrség, mai tek parancsnoka volt ugye egyébként, és ezért azért ennek van egy kicsit delikát bája, így gondolom. Turanizmusnak azonban volt egy másik opciója is, amit sajnos nem lehetett kellő mértékig kiátszani. És itt kell megemlítenem Virány Jelemélt, aki a finnugol népek élettere, ugye a németül Lebensraum der Finnuglischen Völker, ez így hangzana, <laughs> írt egy könyvet, amit a stádium kiadó adott ki, és a könyv a Szovjetunió megtámadása után jelent meg, sőt a kézirat is a Szovjetunió megtámadása után íródott, ez nagyon fontos lesz, ez nem és ebbe vidányi elemén leszögezi a következőket. Az orosz nép, illetve vezetői képtelnek voltak, bármilyen formájú kormányzati rendszert is követtek megoldani a térség rendezésével kapcsolatos feladataikat. Új erőket kell tehát keresni, azokat, amelyeket a kérdések sikerültebb megoldására valószínűleg alkalmasabb lesznek. Így a volga urál vidékén élő és megújodásra készülő finnugor néptörzsek fiainak lesz nemes feladata a jövőben, hogy közreműködjenek a -e térségnek felépítésében. A turanistáknak nagy problémája volt, hogy a magyar politika ezekre az ötletekre ekkor már még nem volt vevő. Ugyanis a Kálai Miklós miniszterelnök, de Bárdosi László is nem gondolta azt, hogy Magyarországnak részt kellene vennie egy generálplán oszt finnugrista, turanista változatába, ahol Moszkóvia megtörését esetleg a Hantik, Mansik és más, hogy is mondjam, magyarsággal, rokon, néptöredékek, különböző főkormányzóságaival esetleg magyar várnagyok, ispánok és főispánok vezetése mellett lehet kordában tartani, így szerencsére megkímélte a történelmet, a sort és az orosz népet az a, az élmény, hogy ezeket az ötleteket hogy mélyebben megismerje. és az azért is nagyon érdekes, mert hogy ahogy itt látják, a turanizmusnak lett volna egy szabad vegyértéke arra a típusú politikára is, amit a náci Németország folytatott, azonban, és erről fogok mindjárt beszélni többet, a turanizmus alapvetően a magyar antifasizmus legfontosabb pillére is volt egyben. De még előtte beszélnem kell arról a kiállításról is, ami 1943. januárjában írt a, nyílt a Szépművészeti Múzeumban. Ez a Magyar Haza Magyar Kart soha aktuálisabb időpontban. Január 12-én ugye a turáni népek áttörték a Donkanyarnál a frontot, ekkor nyílik ez a kiállítás gyakorlatilag, és a korabeli tudósítások a következőt írják, egyébként van róla ö, iradó felvétel is, amit megtalálnak az interneten. A fogadócsarnokban egy 3x4 méter nagyságú Európa falitérkép lógott, amelyen az utóbbi ezer év összes magyar bejelölték. Az installáció elsősorban nem kiállítási tér, sokkal inkább célja a kegyeletteli hangulat megteremtése. Az első termet a magyar katona ezer éves dicsőségének emléktárgyai töltik meg, a második teremben a magyar hősies kerül bemutatásra. A termet a mennyezeten egy szent koronából készült kupola zárja le, ez arra utal, hogy a magyar hősök életüket a magyar államformát megtestesítő szent koronáért rádozták fel. A harmadik terem Magyarországot, mint Európa védőbástáját mutatja be. A súlyos harcokban elgyengültünk, többes szám első személy jelen idő, vagy igen, míg más európai nemzetek katonailag fejlődni tudtak, és kultúrájuk is nagy előrelépésekre tett szert. A jelenlegi háborúban oly fontos eszközök, mint ejtőernyő, torpedó, mágneses taposóak, akna, naknavető, kézigránát, propeller, gázmaszgép, puska, és harckocsi, mind Magyar találmányok csak zseniális felfedezőjük, feledésbe men. A következő terem a keleti fronton zsákmányolt fegyvereknek szól. A kiállított puskák, gázmaszkok és aknavetők tömegéből látjuk a szovjet tömegtermelés síralmas színvonalát, és ezzel szembeállítva a magyar hadipar kiváló termékeit korabeli jobboldali újságok keseregve egyezték meg, hogy a nemzetigetlen lelkű pesti polgárság nem kellő létszámba látogatta ezt a kiállítást, elhanyagolta, pedig a nemzeti dicsőség valójában itt jelenik meg, de valójában nem csak a nemzeti dicsőség jelenik meg, hanem hogyha ezeket a szövegeket úgy megőrzik egy kicsit emlékezetükbe, németül a véleidigkeit azt hiszem az a jó szó arra, amit itt tapasztalhatnak, amikor valaki állandóan bántottnak érzi magát, a viktimológiai pozíció, ez a talán az a másik kulcsfogadom, amikor valaki azt gondolja, hogy ő mindig az áldozat, és más mindig a tettes. Ez egyébként egy nemzetközi pozíció. Minden nép szereti magát ebben látni, és valószínű a román, a görög, a szerb közélet tele van ennek a virágaival, de hát ez is egy ilyen. Említettem a tudanista antifasizmust, ez azért nagyon fontos, mert hogy a pártállamnak egy komoly gondot okozott, hogy azok, akik igazából a magyar antifasiszta ellenállás hősei, ezek hát egyrészt nem voltak kommunisták, az meg ma okoz igazából egy kis gondot talán, hogy nem, nem, csak kommunisták nem voltak, nem egyébként demokraták sem. Tehát nem azért lettek antifaszisták alapvetően, mert a demokrácia sérelmét élték meg abban, ami történik, vagy nem csak. Természetesen vannak kivételek, de hát Bajcsi Zsinszki-Endrétől kezdve Kis János Altábor nagyon át. Egy viszonylag hosszú sor az, akik alapvetően szélsőjobboldali fajvidőként kezdik a karrierüket, vagy bekapcsolódnak ebbe a történetbe valamikor. Majd aztán rájönnek arra, hogy igazából a magyar zsidósággal való riogatásnál sokkal nagyobb probléma az, hogy Németország, vagy a magyar németség, vagy mind a kettő együtt milyen veszélyt jelent. És hát Balcsi Zsinszki aki egy hős és egy vértanú, ezt nem kívánnám semmiképpen se elvitatni tőle ezt, de hát az ő egész élete indulása is erről szól, és jellemző rá, hogy amikor a gestapo fogságában már, miután már egyébként megkínozták, egyszer felszólították a zsidókat, hogy álljanak jobbra, akkor azok jobbra álltak, állják, álljanak balra, azok balra álltak, és Kendra viszont nem állt sehova, és közölte, hogy hát ő nem is árja, mert hogy ő turáni, és hogy ő nem kívánja magát semmiképpen se az árják csoportjába sorolni. Ezzel a nézetével nem is volt annyira egyébként egyedül. Mert hogy legfőbb politikai ellenfele a náci és nyilas, oldalán kitartó nyilas kormányzat a Szálasi Ferenc saját maga is úgy gondolta, hogy helytelen, amikor a náci propaganda ázsiai bolsevizmusról beszél, kifejezetten panaszt is tett egyszer ezért Edmund Wiesenmayernek, hogy, hogy ezt hagyják abba, hogy ázsiai bolsevizmusról beszélnek, hiszen ez egy pozitív jelszó alapvetően, és nem volna szabad ezt egy negatív kontextusba helyezni, már csak azért is, mert hogy alapvetően pozitív értékek Ázsiában vannak, és Szálasi Ferenc feltételezte is, hogy egyébként a turanizmus, mint eszme, az Japánban egy uralkodó politikai irányzat. Ebből is látszik, hogy se Japánul nem tudott, illetve hogy a alapvető, hogy is mondjam, diplomáciai ismeretekkel sem rendelkezett a kérdésben. 1945 után Ugye, ahogy Ablonci Baláns foglalkozott Turán eljött Budapestre, de valahogy ez a turanizmus kikopott a, a nemzeti emlékezetpolitikából, de mégsem teljesen. Sőt, három teljesen külön dologról van itt szó. Az első az, hogy Tőkei Ferenc az 1970-es években írt egy tanulmányt az ázsiai termelési módról, amely egy nagyon nagy vitát robbantott ki, nem akarok ennek a részleteibe belemenni, ami miatt ez a dolog érdekes hogy ugye az ázsiai termelési mód alatt Tőkei Ferenc azt a típusú termelést értette, amikor a tulajdon, az nem magántulajdonban van, hanem egy kollektív, kollektív tulajdont jelent. Ez egyébként a létező szocializmusban az egész elmélet egyáltalán nem volt áthallásoktól mentes. És azért is érdekes, mert ahogy említettem a turáni szláv parasztálamot, bizonyos mértékig ennek megvalósulását tapasztalhatták a, a magyar, illetve a Varsói Szerződés különböző polgárai. És Tőkei Ferenc magánkörben egyébként tett is arra a célzásokat, hogy a, hogy is mondjam, a komuni, létező szocializmus jellegzetességei azok bizonyos mértékig ebből az ázsiai termelési módból fakadnak, ami azért is hihetetlenül izgalmas, mert hogy Stálin ezt betiltotta Ugye magát az ázsiai termelési módról szóló vitát, ugyanis a marxizmus szerint a fejlődésben szakaszok vannak, tehát először van az ázsiai termelési mód, utána kell jönnie a feudalizmusnak, a feudalizmus után a kapitalizmusnak, és csak a legöntudatosabb dolgozók tudják aztán létrehozni elvileg a kommunizmust, és ugye már itt problémák vannak, hogy miért nem Angliában robbant ki ezt, ezt kezelni kellett a problémát, nem tudták tulajdonképpen filozófailag sosem megoldani. De a lényeg az, hogy azt a típusú diskurzust, hogy az ázsiai termelési módból az átmenet könnyebb a kommunizmusba, ezt Sztálin, mint olyat betiltotta a Szovjetunióban, tehát erről nem is lehetett beszélni. A másik, ami a szocializmusban egy furcsa és egyébként elég szomorú történet, az a finn kapcsolatnak a helyértékének változása. Nevezetesen a Turanisták, akikről eddig szó volt, alapvetően a finneket nem a sumérok vagy pedig a japánokkal szemben játszották ki, hanem ellenkezőleg a finn és a török rokonságot is fontosnak tartották, vagy a finn és a japán rokonságot is fontosnak tartották, sőt Klebersberg be is vezette az iskolákban a rokonépek napját, és 1939-1940 között, Budapesten gyakorlatilag minden nap volt valamilyen fin vagy észt kulturális esemény. Itt arról is érdemes beszélni egy pár szót, hogy mennyire aszimetrikus ez a viszony. Tehát turanizmus létezett Magyarországon, erről tudtak bizonyos mértékig Törökországban is, de ott ez teljesen más jelentett, ugyanis a török turanizmus alapvetően a, egy pántörök eszme volt, amiben a magyar Magyar és a török területek egyesítése nem tartozott bele, viszont a Szovjetunióban élő török törzsekény, igen. Az észt vagy a finn köztudat számára ez a turanizmus szintén létezett, viszont ők meg hallani se akartak török rokonságról, így a turanizmus mint olyan nem nagyon volt csereszabatos. Ráadásul Magyarországon ennek az egésznek a Helyértéke, elismertsége sokkal és sokkal nagyobb volt, mint bárhol máshogy. És végül a harmadik dolog, hogy bár be volt tiltva, de ezek a turanista ideológiák felszín alatt működtek, és a turanizmus Pestise, a Sumér magyar leszármazás. Ideája. Ez igazából 1945 után kezdett el hogy rendesen elterjedni, részben az emigráns magyar sajtóban, de egyébként ez bejutott érdekes módon különböző csatornákon Magyarországon belül is, és mindenféle ezotetikus csatornákon terjedt. <kül> és ennek a terjedésnek az egyik mellékjelensége is, amikor keletkeznek történelmi források. Ugye volt már szó arról, hogy mi a történelmi tény. Természetesen ez egy nagyon, egész, nagyon egyszerű történet, hogy ez az-e vagy se. Annyiból igen, hogy Hari Györgyné írta, nevezetesen, hogy Trefot Ágoston kultuszminiszter összehívta a magyar nyelvészeket, és kijelentette, hogy nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk, és ezért a jövőben állami ösztöndíjat kollégium eljegyzést stb. csak az kaphat, aki a film magyar rokonság igazolására folytatta a lómátokat. Ez az idézet egy óriási karriert járt be, de az az érdekes, hogy egyetem meg tudott jelenni a pártállam viszonyai között a valóságban. Természetesen Trefort Ágoston soha nem, hogy ilyet nem mondott, hanem nem is gondolt. Ezt talán nem kell önöknek részletesen igazolnom, de ennek ellenére erre az idézetre is, mint olyanra, hát volt egy komoly igény, és ekkor jelenik meg az a vád, hogy Budenc, Hunfalvi és a többiek Habsburg ármányt terjesztve lopják el az igazsá, igaz magyarságnak a múltját, és teszik a helyébe a halszagú rokonságot, miközben ismétlem, 1945 előtt ez a halszagú rokonság vád a nyilvánosság előtt nem igen fordult meg. történelem mindig egy ilyen elvont dolog, amit hóhértelmiségiek művelnek egyetemeken, de érdemes nézni, hogy mi az, ami lecsapódik, úgymond az egyszerűbb emberek színvonalára. Gondoltam, hogy ezt is berakjam, mint, mint zenedarabot, de aztán úgy döntöttem, hogy a heavy metalt most nem ereztem önökre. Hungarika egy együttes, Sziva Balázs az egyik vezetője, és van is egy film, az a cím, hogy Dübörög a nemzeti rock, amit mindenkinek ajánlok, fenn van az interneten, és bepillantást enged ennek a társaságnak a belső mindennapjaiba, ami nagyon érdekes, nagyon tanulságos, mert hogy emberként látjuk ezeket a figurákat, akik ilyen dolokat adnak elő, mint itt ez a szöveg is mutatja, magyar vagyok, hun és avar, büszke utóra. Tudom, hogy Róma romjain a barbár hordák egymást tölték halomra, és dühöngött a Pest is, amikor itt már régóta Isten országa volt. Tagadni kár, kölnit a koszra pogányok keze locsolt. Ne magyarázza senki nekem, hogy halbőrszagú múltam, hogy innen-onnan loptam a szavakat, hogy mindent mástól tanultam. A lényeg a lélek a középkor máshol volt sötét, Ági a Galileit nem nálunk költék. Erre sokféleképp lehet reagálni, és nyilván felmerül a kérdés, hogy Sziva Balázs vajon milyen történelmi órákra járhatott, és ott mit hallhatott, de az biztos, hogy ez a szöveg egy elementáris vágyat mutat valami iránt, ami a, úgymond a nemzeti büszkeséggel ö, fogható össze. Ez minden országban megtalálható. Németországban azt hiszem, hogy is nívónak hívják igazából ezt, hogy alapvetően, ahol ezt ki lehet engedni rendesen. kérdés az, hogy ezek a szemléletek hova, hova fejlődnek a szellemi világból, És ha megnézzük, hogy a turanizmus hogy néz ki a ner akkor érdekes dolgokat találunk. És itt már lassan a előadásom végéhez is fogok érni. Nevezetesen, ugye Magyarország megfigyelő ugyan, de tagja ennek a bizonyos tők tanácsnak, a hagyományos magyar harcművészetek, mint baranta és társai. Egyébként ezek nagyon jó dolgok magában virágoznak. Mint tudják, sok helyütt rovásírásos helységnevek vannak, amit senki se tud egyébként elolvasni. És 2019 óta egy külön párhuzamos magyar tudományos akadémiaként egy magyarságkutató intézet segít bennünket abban, hogy jobban tudjuk értelmezni a múltunkat. Illetve 2008 óta létezik a kurultája Magyar Törzsi Gyűlés, ami 2010 óta nagyon komoly állami támogatásokat is kap, és Lezsák Sándor a fővédnöke. fővédnöke. És hát a tudományosságnak különböző új, impresszív figurái is jelennek meg, mint Obrusánszki Borbál, akiről nem mondom meg, hogy melyik magyar közszereplőnek közeli rokona, aki jelenleg Magyarország mongóliai nagykövete egyébként is történész, és tőle találtam ezt a nagyon szép idézetet, nevezetesen azt mondja, szerencsére sok kutató kezét nem kötötte meg a 19. században a futószalagon gyártott nyelvészeti elmélet, zárójel indo-európai vagy éppen a finugor, így a keleti tudósok büszkén vállalják rokonságukat a sumérokkal, de az indus-völgyi civilizációt létrehozó dravidákkal is, mondja ezt ő a dologban az az érdekes, hogy egyébként a magyar-indiai rokonság az egy sokkal kevesebb népszerűségnek örvend valahol, nem is értem, hogy miért, mint mondjuk a magyar sumér, és akkor itt felmerül az, hogy amikor megkérdezték, ha jól emlékszem, Bakai Kornél professzort, az MSMP volt buzgó tagját, hogy a milyen érvek szólnak a hung magyar nyelvrokonság mellett, a válasz az volt, hát miért is ne, hiszen nincsen semmiféle írott nyelvemlék. Hát csak ugyan, akkor a Reinhard Koszelek szerint a tények vétója nem tud érvényesülni, ha nincs nyelvemlék, akkor miért ne lehetne egy ilyen nyelvrokonságunk? Na most ez nagyjából azt a színvonalat mutatja, amit a Magyarság Kutató Intézet, illetve a jelenlegi mongoliai nagykövetünk, aki megbízó levelét is egyébként mongol népviseletbe öltözve vette át hát képvisel. És van még egy kis, kis gondolatébresztő slide, ez a bizonyára kitalálják a góly motorosok, a gumit kopjon ne a hazád című történet, ami ráadásul igazából a soft verzió, mert hogy van egy szítja motorosok is, akik az életmenetére a agygázt című programjukat szervezték rá. Ebből látszik, hogy a turanizmus, a múlt kutatása, az valójában mennyire nem a múltról, hanem a máról szól. És uh, ismét azt tudom csak mondani önöknek, hogy lehetséges, hogy Bibó Istvánnak az eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című eszében az elemzése nem volt minden ponton olyan, amit ma az olvasó oszt. Azonban uh, az a meggyőződése, hogy a magyar lakosság kóros lelkeállapotának egy politikai hisztéria az oka, ami elveszi a józan eszét, és abszurd, kontraproduktív válaszokat ad azokra a kihívásokra, amelyek őt a történelem során érik, az azt gondolom ezzel a kis előadással is igazolható. Vagy ha nem, döntsék el önök. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és ha kérdésük van, akkor állok rendelkezésükre.